a vakcináció, az oltás valami oknál fogva egy misztikus történet lett. Hogy hogy alakult ez ki, ezt nem tudom, talán a social médiának szerepe van ebben. És hát elindultak olyan furcsa jelenségek, miszerint már az emberek saját gyerekeiket sem oltják be, miközben hát az egész orvos történelem arról szól, hogy a nagy ugrás a várható élettartamban az az oltásokhoz köszönhető. Tehát arról van szó, hogy amikor a nagyszüleink fölnőttek, vagy a dédszüleink felnőttek, akkor sajnos a gyerekeknek akár a fele nem érte meg a nagykorúságot. És ezt azért elfelejtjük, mert ugye ezt mi már nem látjuk. Hát és a Pál utcai fiúkban is ugye Torokgyikban hal meg Nemecsek, és hogy akkor meghalhatott, de ma már szinte kizárt, mert olyan gyógyszerek és olyan injekciók is. Hát azért, mert be vannak oltva. Tehát természetesen viszik. De azért elindult, és ez elsősorban Nyugat-Európában jellemző, akinek minden szabad gondolni, az is, aki nem tanulta azt a szakmát, az is elmondhatja a véleményét egy olyan kérdésről, amire semmilyen információ nincsen. És hát tulajdonképpen ez az oltás innentől kezdve egy ilyen misztikus hát köd vette körül, és hát mindig is, hogyha én posztoltam például az én magam official Facebookján, akkor nagyon agresszív támadás érte, hogy de csak ne legyen kötelező, meg én mit akarok ezzel a magyar nemzettel, hogy terméketlenni akarom tenni, meg egyéb ilyen marhaságok, mert ugye nem csak a csippes verzió terjed, hanem terjed az is, hogy ha valaki oltást kap, akkor terméketlen lesz, de nem is értem az összefüggést, amikor hát a kettő között legfeljebb az az összefüggés, hogyha valaki megkapja ezt a vírusfertőzést, és olyan súlyosan megbetegedik, akkor attól lehet terméketlen, de az oltástól semmilyen körülmények között. Tehát az a baj, hogy minden ezekben a vészhelyzeti szituációkban az oltással kapcsolatos zavartkeltő megnyilvánulás káros, életveszélyes, és adott esetben nagyon sok ember életét direktben veszélyezteti. Tehát ezért én ezt nem engedném meg. Tehát ebben az egyben én nagyon, mindenki a politikában azt mond, amit akar, engem nem is zavar, mert azt hallgatom meg, amit szeretnék, de az, hogy az oltás kérdésében mondjuk direkte zavartkeltő megnyilvánulások lennék, az nem elfogadható.